A megye Székelyen már hagyománya van a helyi termékek vásárának, a sorba most Székelyudvarhely is beáll. Az első ilyen rendezvényt szombaton tartják a Márton-Áron téren, ahol 32 helyi termelő és kézműves kínálja majd portékáit. A vásárlók válogathatnak a vadhúsokból készült termékekből, de lesznek gyümölcslevek, lekvárok, többféle méz és sajtok is. Továbbá csuhéfonók, bútorfestők és más kézművesek is kínálják áruikat a főtéren, sorolta Bunta Levente. A polgármester elmondta, fontos, hogy az udvarhelyiek minőségi termékeket kapjanak, erre pedig garancia a Caritas által tavaly elindított átalvető program, melynek 12 termelő tagja van, de rajtuk kívül más gazda is képviselteti majd magát. A termék az legyen minőségi, legyen lehetőleg bio, ne legyen vegyszerezve, legyen friss, és ez bizony az utóbbi időben mi világunkból hiányzott. Ezáltal támogatjuk egy kicsit a termelőket is, hisz érték az, hogyha valaki egy tejből kész terméket készít, mert ez a hozzáadott érték a társadalmunkban nagyon-nagyon fontos szerepet jelentett, hisz a fejlődésnek a záloga lehet a következőben. Sinka Arnold, a Caritas vidékfejlesztési részlegének program felelőse elmondta, reméli, hogy a polgármester hivatallal közösen megszervezett vásár után mindenki elégedett lesz, mind a vásárló, mind pedig a termelő. Sinka kiemelte, ezeknek a termékeknek két nagy erényük van, egészségesek és helyiek. Azért fontos egy ilyen vásár és lehetőség a termelők számára, hiszen a termékeiket bemutathassák a nagy közönség előtt, ugyanakkor konkrét visszajelzést kapnak a vásárlóktól, hiszen ott helyben lehetőségük van a vásárlóknak megkóstolni a terméket is, és akkor az egy nagyon jó megerősítése a termelő számára, hogyha pozitív visszajelzést kapnak a vásárlók részéről. Tehát itt direkt kapcsolatok alakulhatnak ki a vásáron belül, tehát a vásárló és a termelő között, ugyanakkor a vásáron kívül is kapcsolatba kerülhetnek, hogyha elérhetőségeket cserélnek. A rendezvény partnere a Romantika étterem, tulajdonosa Mózes István szerint, bár a helyi termékek kicsit drágábbak áruházbeli társaiknál, viszont szerinte az összetevőket is szemügyre kell venni, mielőtt vásárolunk. A hagyományos helyi termékek vásárát ezután minden hónap utolsó szombatján tartják Székelyudvarhelyen.